Hazai pályán folytatja szereplését a KNTH ligában a Hungas SKKO NB1-es csapata. A bennmaradásért harcoló szombathelyi lányokra újabb nehéz összecsapás vár, hiszen a bajnokság meglepetés csapatának számító. Ötödik helyen álló Moson-Magyaróvár érkezik az Aréna Szaváriába. Bizakodásra adhat okot, hogy az SKKA az előző fordulóban remek teljesítményt nyújtva. Közel volt a bravúrhoz, mindössze egyetlen góllal kapott ki a dobogón álló Vác otthonában. A csapatot az is segítheti, hogy közel fél év után újra szurkolóik előtt léphet pályára. Mert már Vácon nagyon jó volt azt tapasztalni, hogy nem üres csarnokba kézlabdázunk. Most nyilván még jobb lesz, már saját szurkolóink is lesznek, bízok benne, hogy még jobb lesz. Nagyon nehéz ellenfél a Moson-Magyaróvár, tudjuk, hogy idén azért ők egy nagyon stabil, komoly játékos kerettel rendelkező csapat, de itthon abszolút az a célunk, hogy fölvegyük velük a versenyt, itthon tartsunk legalább egy, de inkább kettő pontot. Az SKKA jelenleg a 11. kieső helyen áll a világ legerősebb bajnokságának tartott magyar élvonalban. A szombathelyiek számára a Moson-Magyaróvár elleni mérkőzés után jönnek azok a rangadók, amelyeken reális esély lesz a pontszerzésre. A tréner szerint a csapat készen áll a májusi menetelésre, és arra, hogy kiharcolja az NB1-ben maradást. Én úgy gondolom, hogy sikerült azt a formát produkálnunk, amit én terveztem májusra, ez múlt héten látszódott, bízok benne, hogy ez szombaton is látszódni fog, és eredményben, illetve kézzelfogható pontokban is tapasztalható lesz ez, de mondom, nagyon komoly, nagyon jó csapat a Moson-Magyaróvár, de nemes küzdelemre akarjuk késztetni őket. Az SKK a Moson-Magyaróvár meccset szombaton 16 órától rendezik az Aréna Szaváriában.